Jó estét kívánom, köszöntöm a híradó nézőket. Márki-Zay Péter miután az egyik fórumon arra utalt, hogy a kandellábereket a plakátragasztáson túl másra is lehet használni, közleményt tett közzé Facebook oldalán. A több ellenzéki párt által is támogatott független polgármester jelölt írásban már cáfolja, hogy erőszakos hatalomátvételre buzdítaná fórumain résztvevőit. Márki-Zay Péter a közösségi oldalára posztolt közleményében ezt írja, a Fidesz rágalmait közvetítő helyi és országos sajtóban két újabb képtelenség jelent meg az egyik lakossági fórumommal kapcsolatban. Utalta a korábban megjelent őt idéző sajtóhírekre, miszerint a választásokra a városba hívta a Budapesten rendszeresen zavargásokat szervező baloldali politikai aktivistát Gulyás Mártont és csapatát, illetve hogy az egyik fórumán erőszakos hatalomátvételre buzdított. Semmilyen erőszakos cselekménynek nem vagyok a híve. Cáfolja mai posztjában önmagát Márki-Zay Péter, illetve arról is ír, hogy független jelöltként már indulásakor arra kérte az őt támogatni szándékozó országos politikai szerveződéseket, hogy ne jöjjenek Kódmezővásárhelyre. A közleményben később mégis azt írja, hogy valamennyi demokratikus politikai szerveződés tagjait szeretettel várjuk Vásárhelyen, február 25-én békés választási megfigyelőként. Mindeddig feleslegesnek éreztem hangsúlyozni, hogy ebbe semmilyen provokáció, erőszakos cselekedet, rendbontás nem fér bele. Két napja a csúcsi olvasókörben megtartott fórumán még egészen mást mondott Márki-Zay Péter. Tehát nem akarom mondani, hogy a kandellábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásában vagy szerződéseként ki. Tehát én biztos vagyok benne, hogy óriási szerencséje ennek a kormánynak, hogy ez a birka türelmi magyar nép. Az esetet tegnap Hernádi Gyula, a baloldal polgármester jelöltje is kommentálta, úgy fogalmazott, hogy félteni kell a várost és az egész országot az ellenzéki gyűlöletkampánytól. Hozzátette, felháborítónak tartja, hogy Márki-Zay Péter forradalmat és lámpavasat emleget. Erőszakkal és gyűlölettel nem lehet egy várost vezetni, jelentette ki Bálint Gabriella. A KDNP helyi elnöke Márki-Zay Péter szavaira reagálva tartott ma sajtótájékoztatót, ahol visszautasította a független jelölt gyűlöletkampányát. Tehát nem akarom mondani, hogy a kandellábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásában vagy szerződéseként ki. Tehát én biztos vagyok benne, hogy óriási szerencséje ennek a kormánynak, hogy ez a birka türelmi magyar nép. Ezeket a szavakat használta Márki-Zay Péter szerdai választási kampányfórumán a csúcsi olvasókör termében. Ma délután a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt nevében Bálint Gabriella sajtótájékoztató keretében reagált Márki-Zay Péter gondolataira. Márki-Zay Péter lebukott. A magát mélyen vallásosnak mutató emberről kiderült, hogy erőszakos, kirekesztő és gyűlöletet szító. Nem lehet olyan polgármestere a városnak, aki a vásárhelyiek egyik felét lámpavasra szeretné akasztani. A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy Márki-Zay Péter választási fórumán bejelentette, hogy Gulyás Mártonékat Hódmezővásárhelyre hívja. Gulyás közismerten baloldali politikai aktivista, aki saját magát az utcai harcosok hősének nevezi, számos fővárosi akciója ért véget zavargásokkal és rendőrségi beavatkozással. A Sándor palota megrongálásáért bíróság elé is került. Bálint Gabriella hangsúlyozta, a program helyett akasztással, építés helyett rombolással, tervek és javaslatok helyett erőszakkal, megosztással és gyűlölettel nem lehet egy várost vezetni. Milyen polgármester lesz az, aki a város egyik felét lámpavasra akarja küldeni? Tette fel a kérdést Márki-Zay Péter szerdai kijelentésére reagálva Lázár János országgyűlési képviselő a tegnapi Mátyás utcai lakossági fórumon. Az eseményen Hegedű Zoltán arról beszélt, hogy 2020-ig 500 új katona munkahely jön létre a városban. Hegedű Zoltán alpolgármester tegnap lakossági fórumot tartott a Tabáni olvasókör épületében. Többek közt kiemelte, hogy csaknem 1 milliárd forintból egy közel 16 ezer méter hosszú új csapadékárkot fognak építeni, amely nagy esőzések esetén elvezeti a jelentős mennyiségű vizet. Hozzátette, ez a beruházás nagy segítséget jelent a csúcsiaknak, a béketelepieknek, a tabániaknak és a belvárosban élő lakosok számára is. Hegedű Zoltán hangsúlyozta a város biztonságának fontosságát, és beszélt a laktanyával kapcsolatos tervekről is.
de nagyon fontos, hogy megerősítése kerüljön a katonaság. A katonaságnál a laktanyában 5,2 milliárd forintos fejlesztést hajtanak végre, ez már folyamatban van, ez 2020-ra fejeződik be, és talán a legfontosabb, hogy most 1500 fős laktanya 2000 fősre lesz fejlesztve. Ez azt jelenti, hogy 2020-ig 500 új katona munkahely is születik Hódmezővásárhelyen. Ezen kívül 2020. szeptemberében megkezdi Hódmezővásárhelyen a működését egy új katonai szakközépiskola, amely biztosítja a laktanyának az utánpótlást. Lázár János a fórumon Márki-Zay Péter szerdai mondataira is reagált. A független képviselő arra utalt, hogy egy hatalmat nem csak demokratikusan lehet megdönteni, a kandelábereket pedig nem csupán plakátragasztásra lehet használni. Lázár János szerint támadóak és fenyegetőek ezek a szavak. Kijelentette, ő és a Fidesz-KDNP képviselői nem az ellenzék támadását tűzték ki célul, hanem a város és a polgárok életkörülményeinek fejlődése, javulása érdekében cselekszenek és kampányolnak. Én, mint miniszter, azzal a polgármester jelölttel, aki forradalmat szervez és lámpavasra akar küldeni bennünket, olyan sokat kezdeni nem tudok. Természetesen nevetségesnek és komolytalannak tartom, hogy fenyegetni próbálnak bennünket, és elég nagy szegénységi bizonyítvány, hogy valaki Hódmezővásárhelyen akasztással kampányol, és ezzel fenyegeti a választókat. Milyen polgármester lesz az, aki a város egyik felét lámpavasra akarja küldeni? Hogyan lesz az ennek a városnak a polgármestere? Lázár János a januári paneltűz esetével kapcsolatban elmondta, ahol erre igény van, az önkormányzat segítségével felmérnék az elektromos rendszerek állapotát, és kijavítanák a hibákat a hasonló balesetek elkerülése érdekében. Ezért a jövő hét folyamán összehívják a közös képviselőket, hogy megvitassák, mely házakban van erre szükség. Hozzátette, létesítenének egy csaknem 50 millió forintos alapot az önkormányzat költségvetésében, és ebből finanszíroznák a felújításokat. Összesen több mint 400 szavazatszámláló működik majd közre a február 25-i időközi polgármester választáson. Az ő feladatuk a voksok összesítésén túl a szabályos lebonyolítás felügyelete is. Már megkezdte a helyi választási iroda a szavazatszámlálók oktatását a február 25-i időközi polgármester választás kapcsán. A bizottsági tagok eskütételt követően végezhetik majd munkájukat az 50 választóhely valamelyikén. A oktatás alkalmával az rájuk váró feladat legfontosabb részleteit igyekszünk ismertetni. Ugye most lejárt a mandátumuk, hiszen ugye ebbe az évben országgyűlési választások is vannak, és ugye aként fogalmaz a törvény, hogy ugye a korábban megválasztott bizottsági tagoknak az országgyűlés kiírását követően, vagy összegyűlési választások kiírását követően az új bizottságok megalakulásáig tart, hogy a közgyűlés 2018. februárjában megválasztotta az új bizottsági tagokat, és most őket oktatjuk ki, illetve nekik történik meg az alakuló ülésük. Az ő feladatuk, hogy megszámolják, a nevükből is adódóan megszámolják a szavazatokat, és a nagyon fontos feladatuk, hogy a választásoknak a tisztaságát biztosítsák. A közgyűlésen megválasztott tagokon túl a pártok saját delegált, a bizottságba küldött tagja is ott lesznek majd a szavazatszámlálók között. A Bethlen Gábor gimnáziumot leszámítva, ahol 10 biztos lesz majd, mindenhol 8 fő várja majd a választókat jövő hét vasárnap. Nem egyszerűen tudnak szavazni, ugye gyakorlatilag fényképességigazolvány kell, hogy náluk legyen lakcímkártya, hogyha nem külön van, hanem mondjuk könyvecske alapú az okmányuk, akkor a könyvecske alapú okmányt kell magukkal hozni, az elsősorban idősebb választópolgárokra vonatkozik, illetve egyéb dolog nem is szükséges, az értesítőt nem kell magukkal hozni, a szavazókörben lévő kollégák tudni fogják, hogy ott tudnak-e szavazni. Természetesen a jogszabályoknak megfelelően idén is lehetőség van a mozgó urnás szavazásra, melynek időpont meghatározásáról az aktuális választási bizottság elnöke dönt majd. A szavazókörök berendezését a jövő héten kezdi meg a választási iroda. Ma elindult a munka a keleti elkerülő út helyszínén. Hódmezővásárhely gazdasága szempontjából az egyik meghatározó beruházás indult el ma, mondta Hegedű Zoltán a keleti elkerülő út kivitelezésének első napján. Lázár János szerint mindez nem csak a lakosságnak, de az ipari parkba települt vállalatoknak is előnnyel jár. Megtörtént az első kapavágás a keleti elkerülő kivitelezésénél. Ma délelőtt lánctalpas markoló kezdte meg az útalap kiásását az Áza építőipari Kft. Telephelye mellett, az Erzsébeti úton. A keleti elkerülő az Erzsébeti utat és a 47-es utat köti össze, így az ipari parknak is fontos infrastruktúrális és gazdasági előnyt jelent majd, valamint a város élhetőségét erősíti. Gyorsabb megközelítését biztosítja az ipari parknak,
Természetesen ez üzemanyagtakarékosságot is jelent, hiszen hatékonyabban lehet elérni az ipari parkot azoknak a gépjárműveknek, mint egy számításunk szerint több száz tehergépjármű az, amely ide tart nap mint nap ebből az irányból. Ezek a gépjárművek gyorsan fognak ide eljutni, és nem fogják szennyezni se Susán, se pedig Újváros városrészek levegőjét, nem terhelik ott forgalmukkal a közlekedést. Hódmezővásárhely számára óriási kihívást jelent, hogy napi rendszerességgel 15-20 ezer jármű dübörög át a városon. 30 év után most megoldást sikerült találni. Óriási állami beruházással, az északi és keleti elkerülő kialakításával egy körgyűrű fog létrejönni a város körül, hangsúlyozta Lázár János, a térség országgyűlési képviselője, aki hozzátette, nem csak a környezeti terhelés csökkentését eredményezi ez a beruházás, mivel nem csak a lakosságnak, de a helyi munkaadóknak is előnyökkel jár a fejlesztés. Ez a beruházás jó példa arra, hogy a város igyekszik mindenben segíteni a hódmezővásárhelyi munkaadókat, hiszen a város számára legjelentősebb cégek, munkaadók közvetlen közelében épül az út. Számukra is gazdasági előnnyel jár, hogy a hozzájuk vagy tőlük induló kamionokat nem kell a városon átutaztatni és átvinni, tehát az áruforgalom, az ipari áruforgalom is el tudja a várost kerülni. Ez úgy gondolom, hogy gazdasági előnnyel és logisztikai előnnyel is fog járni azoknak a nagy mamutvállalatoknak, akik itt ebben a térségben pár száz méterre tőlünk a legnagyobb vásárhelyi munkaadóként és legnagyobb vásárhelyi adófizetőként végzik a munkájukat. Tehát nem csak a lakosságnak lesz jó ez, nem csak a városi adófizetőknek lesz jó, hanem a hódmezővásárhelyi munkaadóknak is. A több mint 3 kilométeres új útszakaszt a tervek szerint 2018 végére adják majd át a forgalomnak. Így még idén megvalósulhat a teljes körgyűrű. Közel 40 millió forintból újult meg Maros-Lelén a könyvtár. A komplex beruházás célja, hogy a kis településen is elérhető legyen a versenyképes tudás, mondta Lázár János az intézmény ünnepélyes avatásán. A könyvtár felújítása egy energetikai program keretében valósulhatott meg. Az átfogó munka által komplett tetőszerkezetcsere, napelemek telepítése, belső felújítás, fűtés és világítás korszerűsítés történt. Helyi vállalkozók kezdeményezésére az épület külső környezete is megújult, a belső bútorzatot pedig a Nemzeti Kulturális Alappályázata segítségével cserélték ki. Martonosi György polgármester szerint az utóbbi években Maros-Lelén több maradandó érték is létrejött, amit a térség országgyűlési képviselője nélkül nem tudtak volna kivitelezni a településen. Ebbe a sorba illeszkedik a megye legmodernebb étkezőkonyhája, vagy szintén a Maros-Lelén nemrég átadott felújított önkormányzati bérlakástömb és a ma felavatott könyvtár is. Hogyha most ezt a 7 évet összefoglalnám, ami a 2014-2020-as uniós ciklust jelenti, akkor uniós és hazai forrásokból, vállalkozói forrásokból, hát Maros-Lelén 3,6 milliárd forint érték fog beépülni, megvalósulni. Egyrészt a falu területén, másrészt pedig nyilván itt a Makó-Maros-Lelén összekötő út beszámításával az itt élő embereknek az érdekébe. Lázár János az átadó ünnepségen úgy fogalmazott, a jövőben szeretné még jobban összekötni a térség 19 településének sorsát és életét. Így még intenzívebb együttműködés alakulhat ki, ami azért fontos, mert a kormány úgy tekint a Délalföldre, mint az ország szellemi tartalékára. Ennek egyik feltétele a tudás elérhetővé tétele. Lázár János szerint a térségben 100 éve nem voltak ehhez hasonló beruházások, amelyek most elindultak a kultúrház és könyvtár felújításokkal. A cél, hogy a gyermekek jövőbeni lehetőségeit ne családja lakóhelye vagy anyagi helyzete határozza meg. Ma a könyv segítségével, vagy az elektronikus tudás segítségével elérhető az, hogy aki ide születik Maros-Lelén, vagy itt él Maros-Lelén, az is olyan tudásra, olyan képzettségre, olyan műveltségre, olyan minőségi tudásra lejjen és tegyen szert, ami alkalmassá teszi arra, hogy versenyképes legyen a mai világban. Tehát az, hogy az ember kis településen, vidéken éli az életét, az nem jelenti azt, hogy ez ne lehetne egy minőségi élet. Az átadón kiderült, a Maros-Lelei könyvtár szakmai felügyeletét a megyei Somogyi könyvtár látja el. A közösségi térrel is kibővített és megújított 8000 kötetes intézményt Kisrigó László megyés püspök áldotta meg. A létesítmény újonnan szerveződő kluboknak, iskolai foglalkozásoknak és különböző közösségi rendezvényeknek ad majd otthont Maros-Lelén. Erősödnek a gazdák érdekei. Ez derült ki ma abból a sajtótájékoztatóból, amely az agrártámogatások kifizetéséről, illetve a méhész szakma aktualitásairól szólt a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár- és Vidékfejlesztés támogató főosztályán.
A Hódmezővásárhelyi járási hivatal jó gazdája az agrár- és vidékfejlesztési támogatások adminisztrációs előkészítésének és végrehajtásának, hangsúlyozta Juhász Tünde. A kormány megbízott hozzátette, ez annak köszönhető, hogy példaértékű az az együttműködés, amely tavaly tavasszal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és ezen belül is a falugazdászokkal létrejött, mert egy közös ügyfélszolgálatot tudnak működtetni. Ha Csongrád megyét vizsgáljuk, akkor a korábbi esztendőben 14,3 milliárd forintnál tartottunk a kifizetésekbe, ez 2018 január végére, február elejére elérte a 21 milliárd forintot, tehát 7 milliárd forinttal több támogatási összeg tudott a Csongrád megyei gazdákhoz kerülni most tavasz elejére, tehát a tavaszi munkálatok kezdetére ennyivel több összeg áll a gazdák rendelkezésére. A számok mellett az ügyfelek elégedettsége is nagyon fontos. Erről már Hegedű Zoltán alpolgármester beszélt, aki gazdálkodó édesapja tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal az ügyfélközpont működéséről. Azt mondta, hogy nagyon jó, végre egy helyen tudja intézni ügyeket, nem kell ingázni a falugazdást és az MVH között, és még azt is kihangsúlyozta, hogy az ügyintéző hölgyek nagyon kedvesek és segítőkészek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek, és ezért dolgozik a kormányhivatal és a Agrárkamara is, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek, a hódmezővásári mezőgazdasági termelők a munkájukra tudjanak koncentrálni, és ne az ügyek intézésével teljen az idejük. Az alpolgármester hozzátette, azzal, hogy a megyei agrárgazdasági kamara is ide költözik, Hódmezővásárhely Csongrád megye mezőgazdasági központja lehet. A sajtótájékoztatón Erdős Norbert, európai parlamenti képviselő is részt vett, aki kifejtette, hogy a hazánkba érkező uniós pénzek 40%-a az agrár- és vidékfejlesztést erősíti. A méhészek viszont most nagyon nehéz helyzetben vannak, mert az unión kívül jövő mézek 20%-a hamisított. Az úgynevezett méz jelentésről március elején dönt majd az Európai Parlament. A mézhamisítás megakadályozása miatt a mézjavaslat, a mézjelentés javaslattal bír a tekintetben, hogy a címkéket meg kell változtatni. Méghozzá úgy, hogy szerepeljen rajta, hogy pontosan mely országból származik a méz, és milyen mennyiségben. A téma aktualitása miatt a sajtótájékoztatót követően a Csongrád megyei méztermelők számára méhészeti fórumot is tartottak. Erdős Norbert európai parlamenti képviselő az esedékes időközi helyhatósági választásokra is reagálva elmondta. El sem tudja képzelni, hogy a jövőben ne Hegedű Zoltánnal dolgozzon együtt, hiszen biztos a vásárhelyek döntésében. Erdős Norbert évek óta az Európai Parlament Agrár- és Vidékfejlesztési Bizottságának főtagjaként segíti a szektor hazai érdekeit érvényesíteni Brüsszelben. Mostani látogatását is ez indokolta, ugyanakkor politikai véleményének is hangot adott. Szerinte a vásárhelyiek nem fognak eltántorodni attól az úttól, amit már régóta követnek, az ellenzéki összefogás ellenére sem. Én nem is tudom elképzelni, hogy a hódmezővásárhelyiek máshogy döntsenek, mint ahogy a több száz éves hagyományaik alapján szokta dönteni. A hódmezővásárhelyiek, én azt látom, én történész vagyok egyébként szakmámban nézve, hogy mindig úgy választanak, hogy aki a munkát, aki az előrehaladást zsigereiben, vérében, családjával hozza, mindig olyan polgármestert választottak a hódmezővásárhelyiek, és szerintem most is ilyet fognak. Az időközi polgármesterválasztás február 25-én lesz Hódmezővásárhelyen. Polgármesteri találkozóra hívta Földeák első embere, Hajnal Gábor, a Csongrád megye 4. számú választókörzetéhez tartozó települések vezetőit, hogy szorosabbá tegyék szövetségüket egy közös nyilatkozat deklarálásával. A dokumentum aláírásával 18 település polgármestere biztosította támogatásáról Lázár Jánost a 2018. április 8-ai országgyűlési választáson. A földeáki polgármesteri találkozón részt vett Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely alpolgármestere is, aki mint polgármesteri jogkörben eljáró vezető képviselte a várost a nyilatkozattétel során. A dokumentum aláírásával mutatta meg a 18 település vezetője, hogy Lázár János országgyűlési képviselővel és az eddig megkezdett úton képzelik el a 4. számú választókörzet jövőjét. Ennek a nyilatkozatnak azért nagy jelentősége van, hiszen mindannyian tudjuk, hogy községünk
községeinkre vonatkozóan mekkora támogatást kaptunk. Én földákról és óföldákról is tudok beszélni. Egy biztos, hogy nekem nagyon első alkalomtól kezdve nagyon szimpatikus volt a miniszter úrnak azon kérése, hogy egy olyan programot kér minden egyes településtől, amit lehet támogatni, amit a helyiek akarnak, amit a helyiek szeretnének megvalósítani, és ezekhez adja ő a hozzájárulását az ő súlyával és az ő lehetőségeivel. A miniszter úr 2014-ben, miután a miniszteri jelöltségét megnyerte, egy nagyon erős szövetséget hozott létre itt a választókerületben. Ez a szövetség nem csak gazdasági szövetségként jött létre, fejlesztésekben kifejezve, hanem mind a polgári értékeink és mind az emberi értékeinknek egy nagyon nagyfokú szövetségét alakította ki a polgármesterek között. Ezért is nem kérdés számunkra, hogy az országgyűlési képviselői választásokon 100%-ban támogassuk, hiszen ha a választó kerületre, pontosabban ha a térségre és kifejezetten Makois térségére vonatkozóan tekintünk, 250 milliárd forintos fejlesztést hozott a városnak. Makó kifejezetten tiszteletét és köszönetét fejezi ki, hiszen a város történelmi méltóságát kaptak vissza országgyűlési tevékenységének, képviselői tevékenységének köszönhetően. Hajnal Gábor mellett a polgármesteri nyilatkozattétel másik kezdeményezője, Borsos József, Mártéi polgármestere volt, aki szintén személyes élményeivel kezdte beszédét. Miniszter úr, országgyűlési képviselőnk maximálisan részt vett a település fejlesztési elképzeléseinek megvalósításába. Tevőlegesen dolgozott azon, hogy ezek az eredmények, amik Mártéon egy felújított óvodában, egy felújított kerékpárútban és közel 600 millió forint fejlesztési forrásban nyilvánulnak meg, konkrétan Mártéra érkezhessenek. Márté polgármestere felolvasta a nyilatkozatot, majd valamennyi település képviselője kézjegyével látta el azt. Három település polgármestere betegség miatt hiányzott a tanácskozásról, ám korábban ők is aláírták a Lázár Jánost támogató dokumentumot. Gazdasági fórummal egybekötött beszámoló ülést tart a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezete hétfőn 16 órától. A Városháza díszterme ad otthont a rendezvénynek, ahol többek között szó lesz a 2017-es évben végzett térségi kamarai munkáról, valamint az idei év meghatározásairól is. Több éves hagyománya van már Hódmezővásárhelyen, hogy a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezete értékeli az előző évet. Hétfőn a Városháza dísztermében többek között számos előadó ad bővebb tájékoztatást a kamara munkájáról és eredményeiről. Az előadást jó magam fogom kezdeni, amelyben a fő témám lesz a 2017-es évben végzett kamarai munkáról a vásárhelyi térségben, majd ezt követően Nemesi Pál, a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tart egy beszámolót a megyei szintű kamarai munkáról. Ezt követően dr. Juhász Tünde, Csongrád megyei kormány megbízott asszony fog előadást tartani, a munkaerőpiaci problémák és megoldások a Csongrád megyében címmel. Ezután Hegedű Zoltán alpolgármester úr fog egy színes és átfogó beszámolót tartani Hódmezővásárhely gazdasági helyzetéről, a vállalkozásokat érintő tervekről. Ez úgy gondolom, hogy ez egy teljes átfogó előadás lesz. A beszámoló után a jelenlévők kérdezhetnek Hegedű Zoltán alpolgármestertől is. Továbbá bővebb tájékoztatást ad Lázár János országgyűlési képviselő a Hódmezővásárhelyi munkaerőpiaci helyzetről és az iparról. A szervezők minden érdeklődőt várnak hétfőn 16 órára a Városháza dísztermébe. Jókai Mór születésnapján, azaz február 18-án ünnepeljük a Magyar Szép Róza napját. Ebből az alkalomból Tömörkény István újságírói pályájáról és Hódmezővásárhelyi vonatkozásáról tartott előadást Diószegi Szabó Pál író, történész a Németh László Városi Könyvtárban. Hódmezővásárhelyen először emlékeztek meg a Magyar Szép Róza napjáról. Ennek tiszteletére Szeged ismert írójának, múzeum és könyvtár igazgatójának, Tömörkény Istvánnak korai, újságírói pályájáról és annak Hódmezővásárhelyi vonatkozásáról tartott előadást Diószegi Szabó Pál.
Az ő széleskörű publicisztikai és újságírói munkásságából egy nagy témát emeltem ki, ami kapcsolatos Hódmezővásárhellyel, 1895. márciusában, március 5-től 16-áig ő, mint a Szegedi Napló című újságnak a tudósítójaként járt itt a Városházán, és nyomon követte az akkor folyó Szántó Kovács János perének alakulását. Nagyon érdekes ez a téma olyan szempontból, egyesül benne több tudományág, ugye maga az irodalom, mint publicisztika, a tudósítói munka etikussága, annak a pontossága, egy pici történelem, egy kicsit a köztörténelem, ezt az időszakot megeleveníteni, hiszen Vásárhelyen is ezzel a témával közel 50 éve nem foglalkoztak, és a harmad részben pedig pici jogtörténet is. Tömörkény István munkásságára jellemző volt a paraszti társadalom kutatása, a szegény ember sorsának bemutatása. Legismertebb munkái is az Alföldi Lét elbeszélései. Ezért is vonzotta őt Szántó Kovács János pere. Élete során többször is járt Hódmezővásárhelyen, helyi lapokban is publikálta tárcáit. Ez volt híradónk, munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét kívánok és jó hétvégét. Viszontlátásra! Éjszakai órákban kiderül az ég, mínusz 3 fok közelébe hűl a levegő. Szombaton északnyugat felől fokozatosan borultságig növekszik a felhőzet. Csapadékhullásra az esti órákig még nem kell készülni. A hőmérséklet csúcsértéke 6 Celsius fok körül alakul.